A te kettő nézek is, a Trackstore Winfone 4.7-et látjátok, ami, ahogy látjátok, egy 4.7-es incses persze kijelző, aminek egy HD kijelzője van. Van 5 megapixeles kameránk hátul, 8 megapixel elől, vagyis fordítva, itt ez persze a 8-as, elől a 5-ös. Itt látjátok, még van egy kis lámpa benne, hangszórók, le lehet venni a hátulját is, akkor igazából megtaláljuk az aksit, és hogy látjuk azt is, hogy 2 SIM-kártyát lehet belerakni, plusz még persze microSD, mivel csak 8 giga belső tárhely van. Eléggé nagy az aksi, nem túl nagy, de ezzel simán el tudunk élni, mert hogy egy Snapdragon 400 pluszi van benne, azt hiszem, hogy minek 4G-je is van, vagyis ezzel tudunk gyorsan is szörfölni, legalábbis egy kártyán, és itt tényleg látjuk, hogy relatíve gyorsan a rendszer, 1 giga RAM-mal és 8 giga belső tárhelyjel. Egy iPhone 6-hoz képest itt látjuk még azt is, hogy kisebb is, vékonyabb is, és kamerában hasonló. Itt elől ennek kicsit rosszabb a kamerája, ezt mindjárt is ki is próbáljuk. Rámegyünk itt a kamerára, és itt már is látjuk, hogy nagyon szép a hátsó kamera, igazából autofokuszálni is tudunk, ki tudjuk választani most a telefont akarjuk például fókuszban, vagy a sütiket, és itt be tudunk néhány dolgot is állítani, persze át lehet állítani magyarra is, de most kicsit lusta vagyok, és akkor itt látjuk az első kamerát, ami autofókuszban eléggé jó, plusz látjátok azt is, hogy nagyon szép éles az egész, és kellemes használni, plusz nekem az is tetszik, hogy kívül vannak a Windows gombok, így a 4,7 incset tökéletesen ki lehet használni. Ennyi is volt a rövid bemutatója itt a Trackstore Winfone 4.7-nek. Köszönöm, hogy nézhetek, Remek Gál Balázs, és legközelebbig.